Nyugdíjas Egyesület. Gratulálunk! Nagy tapsot kérnék a nyugdíjasoknak! Így örültek a bronzérmes harmadik helyezésnek a faddi nyugdíjasok a hétvégén. A közösség a falunapon szervezett főzőversenyen ért el kiemelkedő eredményt. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára végül a polgárőrök csapata állhatott. Az egyesület vezetője azt mondja, először még indulni sem akartak a megmérettetésen. Az előző évekhez hasonlóan végül mégis beneveztek, és csülök körömpörköltet készítettek. Hagyományos módon mi ragaszkodunk az itteni hagyományhoz igazából. Semmi extra. Mindent, amit igazából a nagyszülők, szülők csinálnak a konyhában, úgy csinálunk mi is mindent. Az egész napos rendezvényen egyébként nem csak a fűzésben mérhették össze tudásukat a látogatók, hiszen focitornát és horgászversenyt is rendeztek a szervezők, ezeket szintén oklevéllel és kupával díjazták. Volt horgászversenyünk a Holták partján, aztán focikupánk volt a sportpályán, és volt már a gyermekeknek egy szép koncert. Most a gyermekeknek lesz egy színházi előadás a műfázban, itt pedig a Paksi Atomerőmű segítségének köszönhetően megkaptuk az erőműnek az egyik nagy sátrát, és a délutáni koncertek pedig a sátorban lesznek, sátorban felállt a színpadon. A polgármester hozzátette, hogy igyekeztek olyan programokat szervezni, amelyek közül a legkisebbektől a nyugdíjasokig szinte bárki talál magának való elfoglaltságot. A falunapok mindig közösségépítő napok, mindenféle korosztály kint van, a civil szervezeteink itt vannak, nyilván az önkormányzat, itt vannak a testvérvárosi delegációink Gyergyóal faluból és Grosszartauból, Németországból, ők is velünk mulatnak, jól érzik magukat, és néhány környékbeli polgármester is megtisztelte jelenlétével bennünket, itt van velünk Rományi Károly Gerjen polgármester, és itt van Tóth István Bogyiszló polgármester is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap tényleg a jó hangulatú beszélgetésekről és a kikapcsolódásról szól. A faddi falunap koncertekkel és utcabállal zárult.